Számos pályázatot és egyedi kormánytámogatást tudhat maga mögött Tiszavasvári 2023-ban. Több mint 30 projekt fut folyamatosan. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy felújították az orvosi rendelőt, amelyet idén évelején adnak majd át hivatalosan. De nem csak az egészségügyben volt szükség fejlesztésre. Elindítottunk egy tanoda programot, és ezzel párhuzamosan egy biztos kezd egy gyerekházat, ami azt jelenti, hogy a város két végén, a Bűri város részen és a Széles Keskeny út környékén elindult egy tanoda előkészítő program, ez sikeresen lezárult most 2023 év végén, és Bűdön a felújított épületben 2024 január elején elindul a tanoda, és elindul a biztos kezdett gyerekház is, ami azt jelenti, hogy közel 30 gyermeket tudunk ott fogadni, segíteni, képezni, anyukákat, pici gyerekeket segíteni és irányítani úgymond az életnek a rögös útjain. Egyedi kormányzati támogatásból vásároltak autóbuszt is, amely a város lakóinak elrendelkezésére a kirándulásokhoz. A rezsiválság miatt a közvilágítást is fejlesztették, közel 1300 lámpatestet cseréltek le ledes világításra. Bár a beruházást hitelből oldották meg, ennek törlesztőjét a megtakarításból tudja fedezni az önkormányzat, hiszen így 40%-kal kevesebb az energiaköltség. Mindemellett egy iparterületet is kialakítottak a városban tavaly. Egy 12 hektáros területet készítettünk elő, várjuk a vállalkozásokat. Itt kialakításra kerültek a közművek, víz, szennyvíz, elektromos áram, gáz kialakításra került, és 6 darab telek, amit tudnak majd használni a vállalkozók, vállalkozások, cégek, de ha szükséges, akár az egész 12 hektáros területet is igénybe vehetik. Ennek a területnek a bővítése, fejlesztése az folytatódni fog, hiszen ez az iparterület, ez egy 2016-os topos pályázatból valósult meg, amit sikerült úgymond megmentenünk, hiszen az első körben ez nem nyert támogatást, aztán 2018-at követően egy kis lobby eredményeként támogatást kapott, és most pedig a fejlesztése 2024-ben, úgymond a top 20-ban még meg fog valósulni. De más fejlesztések is lesznek Tiszavasváriban ennek a pályázatnak köszönhetően, például az élhető település központ kialakítása. Ami azt jelenti, hogy egy 420 millió forintnyi támogatásból Tiszavasvári városközpontjának központi parkja teljesen megújulna, ezen kívül 6 helyszínen történnének még felújítások, térborkolók, köztéri padok, okospadok, hulladéktárolók kerülnének kihelyezésre, napelemes kandellábereket helyezünk ki a városban. Gyakorlatilag a közterületeinknek a nagy része a városközponti területen megújulna. Kialakításra kerülne a találkozások háza melletti részen egy nyilvános WC, valamint a találkozások házának a belső felújítása is megvalósulna. Itt a beázásokat szüntetnénk meg, és kialakításra kerülne egy ilyen kulturális feladatokat ellátó kis kávézó, ahol az emeleti részen egy művészeti galéria is kialakításra kerülne. 2024 tavaszán pedig egy gyepmesteri és ebrendészeti telep is megkezdi a működését a városban, ezzel is előrelépve a kóbor ebek problémájának megoldásában. Az önkormányzat civil szervezetekkel együttműködve azon lesz, hogy a kutyáknak minél jobb életet biztosítson felelős gazdik mellett.